Az Eiszmann városi uszoda Magyarország kormányának köszönhetően 2023 második, illetve a harmadik negyedévében ismét visszanemtérítendő támogatásban részesült 72.639.872 forint összegben. Most is a polgármester szóbeli kiegészítésével kezdődött a közgyűlés, ezt követően egyeztettek az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodás részleteiről. Az előterjesztés alapján a terület és település fejlesztési operatív program keretén belül több 10 millió forintot költenek majd a 2021-2027 közötti időszakban, csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés és útfejlesztés műszaki terv dokumentációinak és engedélyeinek elkészítésére. Az előterjesztés lényege, hogy a városvezetés folytatja az elmúlt években végzett munkáját, miszerint rengeteg tervet megrendel előre. A tervezés mindig kisebb összeg, de ebben az esetben az előterjesztésben szereplő csapadékvízelvező útfelújításokra vonatkozóan azért 86 millió 600 ezer forint, és nagyon jó, hogy nem az önkormányzat saját pénzéből kell finanszírozni. A kivitelezés ettől jóval nagyobb összeg lesz, ezt a TOP plusz forrásaiból szeretnék majd megvalósítani, tette hozzá a polgármester. A közgyűlésen beszámoltak Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról. Ezek alapján folyószámla hitelt nem vett igénybe a város tavaly, az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizető képességét. Az látható, az visszatükröződik valamennyi oldalán és valamennyi pontjánál, hogy bizony egy takarékos üzemmódra kapcsolt az előző harmadik negyedében a város, nem is volt más választása, hiszen a háborús helyzet és az ismert világpiaci és gazdasági folyamatok erre kényszerítették a várost. Mindemellett, hogy a takarékossági intézkedéseket meghozták, és a kényszerű külső körülmények ellenére, egy nagyon pozitív eredménnyel zárul ezen beszámoló a 2022. év, ezt mindenképpen el kell mondani. Az adóbevétel nagyon szépen alakult, ami biztosította a város működésének az előző színvonalon megszokott folytatását, akár az önként, akár pedig a kötelezően előírt feladatoknak a végzésére gondolok. Meg kell említeni még a mérleg szerinti eredményt is, ami pozitív, több mint 2 milliárd forint. Ez köszönhető többek között az ipari park tudatos fejlesztésének, a gazdaság élénkítő intézkedéseknek, tette hozzá a Fidesz-KDNP frakció vezetője. A pénzügyi stabilitás töretlen Nyíregyházán, emelte ki dr. Kovács Ferenc, majd úgy fogalmazott, a nehéz év ellenére újabb rekordok születtek, a város iparűzési adójának bevétele meghaladta a 10 milliárd forintot, az idegenforgalmi adóbevétel pedig 100 milliónál is több volt. A költségvetésről szóló előterjesztést a Szövetségben Nyíregyházáért frakció nem fogadta el. Ennek az oka elég egyértelmű, egyrészt nem értünk egyet jó néhány olyan súlyponttal, ami számunkra nem elfogadható, és csak néhány példát emelnék ki, továbbra sem tartalmaz semmilyen módon bérlakás kérdést megoldó, vagy legalábbis segítő típusú összegeket a költségvetés, így természetesen a beszámoló sem. Keveseljük azt a pénzt, amely a város üzemeltetésre jut, és hát egy másik napi rendi pont kapcsán erről világosan szó is volt egyébként, akár a zöld felület fenntartás, vagy akár az utak kapcsán, tehát egyértelműen keveseljük ezt. Világosan látszik, hogy azért van bizonyos kényszerhelyzete is a városnak, hiszen jelentős mennyiségű állami elvonás van a költségvetésben, amelyet a városnak saját magának kell kigazdálkodnia, miközben ugye az állam bár jó gazda gondosságával kellene, hogy bánjon az önkormányzatokkal is, de ez nem történik meg. A közgyűlés elfogadta az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját is. Az önkormányzat számára tavaly számos egyéb befolyásoló tényező élethelyzet adott többletfeladatot. Februárban az orosz-ukrán háború kitörését követően a menekülő gyermekek és családok elhelyezését, élelmezését, oktatását kellett biztosítani helyi szinten. Önkormányzati szinten ennek kezelésére humanitárius csoport alakult. Ezt követően súlyos energiaválság lépett fel, amely nagyban érintette a város szociális, gyermekvédelmi, köznevelési és kulturális intézményeit. Módosult a 2022-23-as tanévrendje, a szünidők időtartama ennek következtében a szünidei étkeztetés is. A megemelkedett villamos, gáz és távhő energia miatt, annak érdekében, hogy a közszolgáltatásokat költséghatékonyan tudják biztosítani a válsághelyzet idején is, szükséges volt racionális döntéseket, meghatározott időtartamra szóló átszervezéseket meghozni.
Nyíregyháza megyei jogú város 2023-ban is készített környezetvédelmi és környezetgazdálkodási tervet. A városvezetés kiemelt célja a zöld feladatok támogatása, így ennek köszönhetően tavaly is volt például hulladékért virágot akció, szelektív szombat karácsonyfagyűjtő akció, támogatták a hulladékkommandó működését, forrást biztosítottak a bújtosító élővilágának rehabilitációjára, kialakították az új életfaligetet, valamint növényesítették az önkormányzati fenntartású intézményeket. A 2023-as tervek tartalmazzák többek között a vízbázis védelmére fordított összeget, a szennyvíztisztító telepek gépészeti rekonstrukcióját, a parlagfűvel kapcsolatos intézkedéseket és a zöld felületek karbantartását is. A napi rendi ponttal kapcsolatban Lengyel Máté tett fel kérdést. Minden évben téma vagy felhozódik az, hogy Nyíregyházán újabb levegő minőség ellenőrző mérőállomásokat kellene kihelyezni, annak érdekében, hogy mind a lakosok, mind az önkormányzat is egyértelműen lássa, hogy milyen problémák vannak a város levegőjével kapcsolatban. És a kérdésem az lenne, hogy új mérőállomások kihelyezésével kapcsolatban lesz-e előrelépés a jövőben. Jelenleg ez a szénatéri mérőállomás működik a városban, viszont egy határon átnyúló együttműködésnek és pályázatnak köszönhetően a közeljövőben 60 darab mobil légszennyezettséget mérő műszert helyeznek ki Nyíregyházán, valamint egy hitelesített mérőállomást is kialakítanak városunkban. A közgyűlésen szóba került a fűnyírás a Nyír VV által kezelt területeken, miután a május hónap jóval csapadékosabb volt, mint a tavalyi évben, így nagyobb kapacitással kell dolgozni, hogy mindenhol rendezett legyen a környezet. Ugyanakkor felmerült az a lehetőség is, hogy a nem központi területeken ritkábban vágnák le a füvet. Van lehetőség és jó ötlet, és nem új ötlet az, hogy előjön ki olyan területeket, ahol a vegetáció működés érdekében meghagyjuk a füvet és erről tájékoztassuk a lakosságot. Ez egy szakmai kérdés, ezt meg kell vizsgálni, és biztos vagyok benne, hogy van olyan terület. Jelen esetben nem feltétlenül erről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor terveztük ezt a 2023. évi költségvetést, akkor igyekeztük a lehető legminimálisabbra szorítani a költségeket, és úgy gondoltuk, hogy a vállalkozóknak kiadott körzetekből többet tud ellátni a nyírvai és saját munkaerővel. Ezt megpróbáltuk. Hála Istennek jött egy nagyon kellemes csapadékos májusi időjárás, viszont a fűnyírás szempontjából ez nem volt előnyös, és hogy kérdezte a mozgásteret, igen, van mozgásterünk, és le is folytattunk egy egyszerű füvvágásra egy árajánlat kérdési eljárást, le is szerződtünk már a vállalkozóval. A szövetségben Nyíregyházáért frakció képviselője Babosi György a Júlia fürdővel kapcsolatban tett fel kérdéseket interpellációjában. Többek között arra volt kíváncsi, hogy milyen felújítási munkálatok szükségesek a fürdő újranyitásához. A közlebényben említett beruházásokhoz EU-s pályázat kiírására várja az önkormányzat. Tisztelt polgármester úr, várom a nyíregyháziakat jogosan nyugtalanító kérdésekre a válaszát. A Júlia fürdőnek két nagy beruházásra van szüksége az újranyításhoz, miután jelentős statikai problémák vannak a létesítményben, illetve a termálvízkút van rossz műszaki állapotban. Még 2007-ben, amikor átalakították a fürdőben a zuhanyzókat, nem készült a zuhanyzók összefolyóiban megfelelő vízszigetelés, valamint a falba épített csaptelepek gyári hibásak voltak. Ezek eredményeként a zuhanyzáskor használt víz a födénbe szivárgott. Ennek látható jelei először 2012-ben jelentkeztek. Akkor is végzett egy felújítást a fenntartó Sóstó Gyógyfürdők ZRT, amelynek köszönhetően kiszáradt a mennyezeti beton. Ezt követően évekkel később a mennyezeti beton kisebb darabjai elkezdtek leválni, majd 2019-ben jelentős felületen szakadt le a beton az alagsor mennyezetéről. Ekkor vált már láthatóvá, hogy az évek során a födénbe szivárgott víz mekkora károkot okozott. Ekkor a szakemberek alátámasztást javasoltak, mint ideiglenes megoldás, amit a fenntartó megvalósított. A statikai javításokra 100 milliós összegre van szükség. A másik probléma a termálvízkút. Ezt 1964-ben alakították ki, életkorából adódóan előregedett. 2018-ban már próbálták védeni a gépészeti rendszert, valamint 2017-ben elkészültek a tervdokumentációk a felújításhoz, viszont az nagyjából 150-200 millió forint lenne. Az új kút fúrása ettől is többe kerülne. 2022. májusában már a közgyűlés megtárgyalta és elfogadta Nyíregyháza megyei jogú város TOP plusz városfejlesztési programtervének és fenntartható városfejlesztési stratégiájának az előterjesztését,
amely két projekttel is tartalmazza a Júlia fürdő fejlesztését, egy energetikai és egy turisztikai projekttel. Ez a tény is azt mutatja, hogy mennyire nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a Júlia fürdő fejlesztésére. Babosi György képviselő elfogadta a választ. A közgyűlés összesen 21 napirendi pontról döntött csütörtökön. A városban zajló házszámrendezési eljárás során jelentkezett az igény, hogy egy korábban csak helyrajzi számú közterületet és magánutat elnevezzenek. Nyírszőlős város részben a Szamos utcát és a Csongor utcát összekötő utat ezentúl Ánizs útnak hívják. Ezt is elfogadták a képviselők. Emelkedik az évvégi karácsonyi támogatás összege. Erre azért van szükség, hogy az eddigiekben megszokott minőségben és színvonalon tudják biztosítani a csomagokat, az elmúlt évek világpiaci gazdasági folyamatai ellenére is. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése legközelebb június végén ülésezik.